A versenyképesség növelése, a technológiai megújulás, a befektetések szerkezetváltása, valamint a beruházások voltak a fő témái a 20. alkalommal megrendezett vállalkozók napjának. A VOSZ elnöke szerint mindez a mikro, kis és középvállalkozások helyzetbehozásával valósulhat meg. Tolnai Tibor elmondta, a magyar gazdaság jó helyzetben van. A GDP az 5,2%-kal nőtt a harmadik negyedévben. 2,5-szeressel nagyobb ez a szám, mint az uniós átlag. És ami ezen belül is azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív tény, hogy az egyes iparágak önmagukban is növekedni tudtak. A beruházások mértéke 5 évvel emelkedett, nőtt a foglalkoztatás, a minimálbér és a garantált bérminimum, ezzel együtt a lakossági fogyasztás is. A javuló üzleti környezet megadta azt a lehetőséget, hogy a kormány egy erőteljesebb közterhelcsökkentési programot indítson el. És mindez úgy következett be, költségvetés egyensúlyára akarok itt utalni, hogy miközben csökkentettük az adók mértékét, azon közben valóban az adóbevételek növekedtek. A hagyományoknak megfelelően a központi ünnepségen adták át például a magyar gazdaságért és az év vállalkozója díjakat is. Én úgy érzem, hogy a vállalkozóink, akik itt vannak, azok általában mindig támogatják a kultúrát, tudományt, sportot, stb. És én azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy itt lehessenek, hogy elismerjük őket, illetve hogy biztassuk, hogy a fejlődésükbe újra növekedjenek. Az év vállalkozója elismerést Vas megyéből 2 Merkli Imre egy faipari és Varga Zoltán egy mezőgazdasági tevékenységet folytató KFT ügyvezető igazgatói vehették át.